A falmászás az egész testet megmozgatja, minden egyes izomcsoportnak dolgoznia kell. Így az állóképesség fejlesztésére tökéletes. Javítja az egyensúlyérzéket, hajlékonnyá teszi a testet, és még a memóriánk, valamint a koncentráció képességünk is javulhat. Nem csoda, ha egyre népszerűbb, sőt már olimpiai sport lett. A sportmászók szerbiai országos bajnokságának 8. fordulójára is tömegesen érkeztek a versenyzők, gyerekek és felnőttek is. A 7 éves Kenyeres Hanna azt is elárulta, hogyan kell ügyesen mászni. Cserélni kell a lábadat, meg a kezedet is, és nem szabad sokáig lógnod, mert leesel. Dékány Dávid a D6 kategóriában, azaz a 6 évesek között versenyez. Felkészültsége, kitartása bőven meghazudtolja fiatalkorát. Ismerősöktől hallott először a falmászásról. Hazamentünk, és mondtam apukámnak, hogy én is szeretnék megpróbálni, és utána eljöttem, és megszerettem, és elkezdtem járni versenyekre. A versenyzők szombaton és vasárnap is megmérettették magukat. A 8. forduló egyben az év utolsó fordulója is. Ezután már csak összegzik az eddigi teljesítményeket. Tömegességtől függően szabjuk meg, hogy másfél vagy két órát másznak, és erre az időre kapnak 6 utat, amit teljesíteni kellene. Általában ugye úgy vannak megcsinálva az utak, hogy azért ne sikerüljön mindenkinek mindent teljesíteni, és ezen dől el, hogy ki mennyi, meddig jutott el hány utat, vagy egy útban van egy felező út, a zónaút, ahol ha csak az utat félig teljesítette, az is valamennyi pontot ér. Nyílt versenyről lévén szó, külföldről is érkeztek versenyzők, például Magyarországról és Bosznia-Hercegovinából is.